Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az elcigi tesztek. Kezdjük gőzfújással, mert az mindig menő a videó elején. Menő a francokat. Na, a lényeg. Kijött a Kuzi Pelzónak, ami egy nagy sikerű, illetve szeretett kazán kis hazánkban, pláne azért, mert hazai műhely terméke. Kijött ennek a második kiadása, a Pelzó V2, ami immár nem Kuzi műhelyéből kerül ki közvetlenül, hanem a hazai forgalmazója, a Vép42 webáruház, illetve áruház, illetve fene tudja meddig áruház itthon, ismerve a nemrégiben történt eseményeket. Na lényeg, hogy ők vették szárnyaik alá, és Kuzi mester közreműködésével elkészítették a Pelzó V2-t, ami meglátjuk, hogy milyen. Nézzük. Nem másabb sokkal, mint az előző, de hogy egész pontosan össze tudjuk vetni, én előveszem a régit, és kamera alatt megnézzük, hogy mi a különbség a kettő között, hogy változott előnyére, vagy hátrányára, ha van ilyen, és aztán kimondjuk a verdiktet. Gyerünk! Hasonlítsuk össze akkor a régi Pelzó V1-et a Pelzó V2-vel. Haladjunk szépen sorrendben lentről fölfelé, és aztán megnézzük úgy nagy átfogóan. Amit láthatunk először, hogy az alsó résznél ugye mind a kettő ugyanúgy részközép érintkezővel rendelkezik, viszont az újnak kisebb az alsó csatlakozó része, az 5-10 csatlakozó része. A réginek ez 7,5-7,6 mm volt, de csak innen lefelé. Az újnál ez mindössze 5 mm, tehát itt már spóroltunk egy másfél milliméternyi részt. Egyébként bentről, ha nézzük, ugyanúgy néz ki, két ógyűrű, három befogatási pont, egy pozitív, két negatív. Falvastagságra mindenre megegyezik. Egyébként. A következő az maga a kazánpalást. Láthatjuk, hogy méretben ez passzol az előzővel, viszont a réginél itt látunk fönt egy ógyűrűt, illetve a menetek egy kicsit tehát hosszabb a menetrész, és kisebb a levegőjük. A réginél 2 mm-es volt a levegőjük, az újnál ez már 3 mm. Látszik is szépen a különbség. Illetve az látszik még, hogyha közel teszem, és remélem lesz fókusz is, hogy egy picit talán a menetek finomabban vannak megmunkálva, mint a réginél. Egyébként ebben több különbség nincsen. A levegőállító gyűrűk a réginél 3 darab, az újnál 4 darab, és az újnál ez úgy néz ki, hogy másfél, 2, 2,5, 3 milliméteres, és láthatjuk is, hogy szépen le vannak kívülről csapva az éleik, illetve hogy ugyanúgy kettő csoportban található, mint a réginél. De itt ugye nyilvánvalóan a legnagyobb az 2 mm volt, de ugyanúgy két csoportban. Vastagságra ugyanaz a kettő. Felső záróelem azt mondja, hogy Pelzó V2, ennyi a különbség így hirtelen a feliratokban, és azt látjuk, hogy ez is rövidebb bizony,
méghozzá 2 mm-rel, tehát ez a régi, ez 11 mm, az új, az már csak 9 mm, illetve azt láthatjuk, amit mindjárt a következő elemnél meg is tapasztalunk, hogy a régiben bizony van egy menetes rész, az újban nem volt erre szükség, ezzel is lehetett spórolni, illetve, hogy az újnál van egy apró válrész, és kevesebb a menet. A réginél nincsen vál, hanem végig van menettel, és ugye ott volt az ógyűrű a palást részen. Ami még ugye itt szükséges volt a tankos rész miatt, mert ott egy levegő cső is bele volt tekerve ebbe a csatlakozóba, hogy ez menetes legyen, pont ezért. Az új verzióban nincsen tankosítási lehetőség, hogy ilyen szép magyartalan szóval fogalmazzak, ezért nincsen erre a plusz elemre szükség, így megspóroltunk egy plusz elemnyi súlyt, és ami látszik, hogy a végén ugye spóroltunk, és akkor ezt össze is szerelhetjük, ez a V1, itt pedig a V2. Minden egyes elemnél ugye vagy ugyanakkora volt, vagy kisebb, tehát itt csak a spórolás jöhet szóba, már hogy méretben. És hogy ez ne zavarjon, ezt le is veszem. Ha így nézzük, már is láthatjuk, hogy ez bizony nem kevés, 5 mm-t megspóroltak így a kazántéren, illetve az egész készülék hosszában. És azt láthatjuk még így összeszerelve, hogy itt bizony, és akkor itt segítségül hívok egy csipeszkét, itt bizony ez egy picit vastagabb, mint a kazántest. Hogyha megnézzük az újat, itt ilyet nem tapasztalunk, ez teljesen síkban van az egész, illetve azt láthatjuk még, hogy az alja is, mármint hogy a kazánnak az alja, ahol találkozik a báziselem a palástal, az is teljesen síkban van, itt egy picinél minél volt egy kis letörés. Ez az újnál ilyen dizájnt kapott. Tehát összehasonlítva a kettőt, elmondhatjuk, hogy személy szerint legalábbis nekem a V2 sokkal jobban tetszik, mint a V1. Ezzel a kis polír finisszel ráadásul, de a méret az mindenképp jót tett neki. Nosza, tekerjük akkor meg, és utána próbáljuk ki, hogy milyen a készülék használat közben. Úgy inni. Nem lesz itt semmi vadulás, mindösszesen egy darab 0,32-es húzalt fogok szépen beletekerni. Elkészült a tekerés, oxidálás előtt
0,92. Leoxidáljuk. Gyönyörűen felizzott, és akkor most szépen bevattázzuk. Kis kukac. Úgy. És szépen bevezetjük alá. Ahogy mi. Másikat pedig én így szoktam, hogy eltekerem az oszlop mögött, és így be a három oszlop közé. Ki milyen puffert szeret, olyat rak bele. Amúgy, ha még ilyenkor valaki szeretne egy kis vattát belegyömözkölni valamelyik sarkába, minden gond nélkül megteheti. Én most fogok még egy ilyen kis pamacsot, és ide elhelyezem. Ahogy ne. És jöhet a öntözés. Ilyenkor még nem rakom rá a kazánpalástot, hogy el tudjam igazgatni a benedvesített vattát. És ilyenkor én azt szoktam csinálni, hogy a tekerés magasságát mindenféleképpen helyesen állítsam be,
hogy ide mellé rakom a palástot. Látszik, hogy egy picit még nyomhatok rajta lefelé. Tökéletes. Megnézzük, hogy hogy muzsikál a tekerés. Rátesszük a palástot úgy, ahogy mi szeretnénk. Én ezt ide rakom. Úgyni. Pont ránéz a tekerésre. Úgy beállítjuk ugye úgy, hogy single coil, tehát a másik az el van zárva. Látjuk a tekerésünket is, ott van mögötte. Lefogjuk az ujjunkkal a gyűrűt, és szépen a felső záróelemet rátekerjük. Már csak egy drip kell, és megnézzük, hogy hogy dolgoztunk vele. És akkor nézzük meg, hogy hogy mutat ez a pelszón. Amit láthattunk már, hogy átmérőben nem stimmel sajnos, így ez a fél milliméter ez oldalanként, ugye ez 0,25 század lesz, érezzük egy picit, illetve a gyári 5-10 csatlakozó az egy enyhe lekerekítéssel bír, ez pedig nem. De hát ezt bármilyen más készüléken is tudjuk használni. Nézzük meg mondjuk és akkor most éles lövészet. És miután megismerkedtünk a készülékkel közelebbről, akkor most nézzük meg működés közben. A már elkészített tekerés, single, és a legnagyobb, azaz a másfél, kettő, kettő és fél, a hármas levegőjük van nyitva, és megküldjük akkor mondjuk 12 watttal. Mehetünk ezzel még följebb, 14,5. Még mindig legyen 16.
Na most viszont már kell neki egy kis utánpótlás, úgyhogy cseppentünk. Jó, hogy ennyivel könnyebb lett a töltése. Vegyük kicsit szűkebbre, és mondjuk a 2 millis levegőzésre állítsuk át. Határozottan jobb az íze. És nem a levegőjük átméretezése miatt, de most a legkisebbel próbálom meg. Jó, ezt kérem szépen így szájból tüdőre, illetve egyből tüdőre véve is, de így szájból tüdőre ízesebb egy picit. Na, még egyet. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel, hogy hozzányúltak a nagy sikerű Pelzóhoz, nem lett egyáltalán rosszabb, sőt, szerintem jobb is lett az íze, illetve nekem nagyon tetszett, hogy visszaállítjuk 2 millire a levegőt, hogy a levegőjük is egyel több lett, és az a 3 millis az már bőven elég arra, hogy egyből tüdőre kapjuk a gőzt, de akár még a 2 millissel is játszhatunk így. És akkor nézzük, hogy mi az, ami módosult az elődjéhez képest, amit a közeli videóban is megmutattam, aztán rátérünk az értékelésre. Módosult mindenképpen, ugye, amit mutattam, az 5-10 csatlakozónak a mérete, és a felső záróelem is kisebb lett, illetve eltűnt a tetejéről ez a menetes adapter, ami egyrészt a méretének is jót tett, illetve a töltése is lényegesen egyszerűbb lett a készségnek, illetve kapott egy, hát a finiselés az azt mondom, hogy majdnem ugyanúgy néz ki. Annyi még a különbség, ugye, ami látszott a közeliben is, hogy a levegőállító gyűrű tökéletesen szintben van a magával a kazánpalástal, és nincsen sehol benne letörés, csak a levegő lyukaknál, illetve hát, hogy ez most már a default 22 mm-es kazán méret, és így most már a Nextel nem kompatibilis, ami ugye 21,5 mm volt, tehát egy fél milliméterrel szélesebb, mint maga a Kuzi Next, viszont bármilyen 22 mm-es csőmodon, vagy akár egy ilyen kis készségen is tökéletesen mutat a ketyere. Hát a gőze az maradt ugyanolyan frenetikus, mint amilyen volt. Nézzük akkor a pozitívumokat, negatívumokat. És bocsássátok meg, de most úgy fogok ezen végig menni, hogy az előzőt veszem alapul. A Pelzó V1-hez, ha lehet így nevezni, mindenféleképpen pozitívum, ugye hát azért V2, hogy fejlődjünk valamerre, hogy a felső záró elem
mivel lemaradt róla az az 5-10 adapter, rövidebb lehetett, kisebb lehetett, ezáltal a kazántér is kisebb, töményebb, ízesebb a gőzünk, a levegő állító gyűrünk kapott plusz egy millimétert, illetve hát plusz egy milliméteres lukat. 4 beállítási lehetőségünk van, tehát másfél, 2, 2,5, 3, és bárki megtalálja akár a szájbolt üdőre, akár egybölt üdőre vevős slukjaihoz a megfelelő beállítást, akár single, akár dual üzemmódban is. Továbbá még nagyon tetszett nekem, hogy ez most már ugyanolyan méretű a gyűrű átmérőre, mint maga a kazánpalást, tehát szoros szimbiózisban élnek egymással, és sehol nem üt el, vagy nem hordoz magán olyan jegyeket, mint a régi V1. És cseppentünk közben. Ami nekem még tetszett, hogy ugye a báziselem is egy picit csökkent, kompaktabb lett, de a használati értékéből nem volna semmit, sőt, ez csak hozzáad. Illetve, amit láttunk, ha nagyon szeretnénk, akkor rátekerhetjük a Next-re is, és ott van a natív csatlakozáshoz a külön kis csavar a készletben, ami egy picit vastagabb is lett, mint annó a V1-ben volt. Ha valakinek nem zavaró, hogy egy pici átmérőbeli különbség van, akkor ugyanúgy tudja a Next-en is használni, tehát ez is pozitívum. Tényleg nem lett semmi panaszunk az ízére. Nekem határozottan jobban tetszik, mint a régi Pelzóé, de hogy ne csak üres fecsegés legyen, ezt is beüzemeljük, úgy. Né. Oké. Kicsit melegebb a gőze a V2-nek, de hát nyilván azért, mert a kazánterünk is kisebb lett, kompaktabb, zömökebb, ki van tömve vattával. Persze, hogy melegebb egy picit. De ami nekem elviszi a V2 felé a mérleg nyelvét, az egyértelműen az íz lesz. De visszaállítom ezt is úgy, ahogy a másik volt 2 millire. Tehát a gőze az ugyanolyan beteg, még így single-ben is. Egy kis fütyülés negatívumként felsorolható, ugyanúgy, mint a V1-nél volt. Miért fújjam ki, mikor csak levegő? De hülye vagy. Illetve most csak a vicc kedvéért beállítom duálra. Természetesen nem izzítok rá, mert miért izzítanék, hiszen single tekerés, de a hangját így is meg lehet hallani. Szóval, akit zavar, szerintem nem vészes a hangja, de akár negatívumként is föl lehetne sorolni, hogy milyen hangja van, pedig elég szépen le vannak csapva a nyílásai a kazánnak, de hát ennyi levegőnél és ilyen intenzív beszívásnál ez magával jár, vagy magával hordozza ezt. Alapvetően örülök ennek a kazánnak, illetve ennek a kazán továbbfejlesztésnek, mert mindenképp szerintem jobb irányba vitte el a kazánt az elődjénél. Tetszenek azok az aprónak tűnő, ám mégis
jelentős újítások, amik a kazán külsejét jellemzik, tehát a méretbeli csökkenés, illetve az is tetszik, hogy a V1-hez képest, amit a közeli videóban is mutattam, hogy a menet sokat javult, és borzasztó finoman járnak a részegységek egymáson, úgyhogy nincsen sorja, nincsen semmi olyan, ami megakadásra kényszerítené a másik elemet, teszi a dolgát úgy, ahogy kell, és semmi kivetnivaló nincs a használat közben, tehát hogyha valaki úgy szeret cseppenteni, hogy látja a vattát, akkor egyszerűen csak megfogja a gyűrűt, letekeri a felső záróelemet, és úgy csepegteti meg a kazánt, visszahelyezése a már megszokott módon történik, hogyha nem bénázik, mert éppen likvides a keze, és azt mondom, hogy aki ismerte a V1-et, vagy használta a V1-et, annak mindenféleképpen érdemes megpróbálni az újat. Aki meg eddig csak azon gondolkozott, hogy hú, milyen jó lett volna, hogyha nekem lett volna egy V1-em, de hát már nincsen forgalomban, akkor az az örömhírem van nekik, hogy tessék, itt van a V2, addig vegyétek, amíg még tudjátok, hazai szabályozás, és akkor egy nagyon masszív, nagyon hosszan élvezhető, használható kazánban lesz részetek, illetve egy nagyon jól használható kis dripper kazánt tudtok a magatokénak, szinte elpusztíthatatlan, tehát maximum az ógyűrűket kell cserélni benne. Igen, ez sajnos nem kompatibilis a kiegészítőkkel átmérőjét tekintve, tehát hogyha valakinek tankos üzemmódban megvásárolt V1-ese van, az nem úgy fog kinézni vele, ahogy az elődjével, de ettől függetlenül szerintem a drippelés élményét ezzel tökéletesen meg lehet élvezni, ki lehet élvezni, lehet vele játszani, single-lel, duállal, ki hogy szereti. Én még egy picit tudnék faragni a kazántér méretéből, de hát most akkor döntsük el, hogy legyen nagy pufferünk és egy picivel nagyobb kazánterünk, vagy egy picit csökkentünk a kazántéren, és akkor kevesebb a puffer, többet kell csöpögtetni. Hát valamit valamiért. Viszont így megvan az az élményünk, hogy belecsöpögtethetünk mondjuk 10-15 cseppet akár, és nem kell 8-10 slukonként újra csöpögtetni bele. És mindez 16 watton, szóval hova tovább, miért kell nekünk több ennél? Megtekerhetjük úgy, hogy ezzel is jó legyen. Tökéletes. Tökéletes. Úgyhogy azt javaslom, hogyha szeretnétek egy ilyen Pelzo V2-esnek a tulajdonosai lenni, akkor még időben keressétek meg a hazai forgalmazót, mielőtt úgy alakul a szabályozás, hogy az nekünk ne legyen jó. Agyfasz. És ha egy picit a negatívum listájára rá akarok húzni még egy bekezdést, akkor írhatnám, hogy kicsit az ára talán sok, az a 21 néhány ezer forint, tehát az a 20 ezer forint környéki összeg egy dripkazánért, de hát valamit valamiért, uraim. Krisztus koporsóját sem cipelték ingyen. A gőzt és az ízeket meg kell fizetni.
Szerintem baromi jó lett ez az upgrade, úgyhogy örülök annak, hogy kipróbálhattam, és remélem, hogy az, akihez ez az ember, akihez ez a kazán kerülni fog, ő is legalább ennyire fogja szeretni. Ti pedig, kedves nézők, iratkozzatok fel a csatornára, látogassatok el a Vape42 webshopjába, hogyha szeretnétek egy ilyen kazánt venni, és mindenkinek további jó gőzölést, amíg lehet. Sziasztok!